újabb nap. Míg melegszik az idő, addig itt fent az elektromos résszel itt elsz a szölök, itt felül. Megvan ez hamar, amúgy egy fél óra is itt össze van rakva. Minden. Kivéve az akkumulátort, azt még nem rakom be. Utána szerintem a... Hogy is van a vízcsöveket, ezt... Na mindegy, még majd mindent átnézek, hogy mindent beraktam-e. Meg mindent meghúztam-e. Lövésem sincs. És... Utána a kipufogót föl kéne rakni, mert hát itt most nincsen kipufogó. És arra lennék kíváncsi, hogy itt van az Euró 2-es leömlő, meg ott van a hozzátartozó cső. Azt fel kéne egy két csavarra rakni, azt megnézni, hogy a viharba néz ki egyáltalán. Hogy egyszerűen, na mindegy, hogy néz ki, hogy összehozható-e vele vagy nem. Ha nem, akkor nyilván akkor megy föl ez a darab, meg ott van valahol a leömlő a szemétbe, és akkor hát ez itt fog itt majd trombitálni. Jó, ez is trombitálna, amíg meg nincs csinálva, de mivel az kerek, az lehet, hogy csak egy vágás, és akkor utána szépen össze lehet hozni. Ez meg ilyen béna íves, hogy ilyen alakja van. Nehogy már kerek legyen. Nehogy már lehessen könnyen hegeszteni, vagy valami. Na mindegy, szóval itt ezzel itt elszöszölök, az elektromos dobozzal. Ja, meg a nívópálcát be kell rakni. Ó, meg ott van még a szíj, el fogok én itt még ezzel szöszölni. És akkor utána, hát először itt, amit felül meg tudok csinálni, hogy melegedjen a levegő. Jó, nincs annyira hideg, van 6 fok, de na, ennyi. Ennyi, szépen pakolom összefele. Az lenne a cél, hogy ma rá tudjak indítani. Hoztam olajat és motorolajat, meg szervóolajat, meg egy kis fagyállót hoztam. Nem tudom, hogy mennyi kell, ha kell egyáltalán. Majd meglátjuk. Még az ilyen apróságokat, mint motortartó, meg ilyenek. Ezt még beszerelem. Hát, nézegetem folyamatosan, hogy például itt is laza egy bilincs. Ezeket mind át kell nézni, mert csak ráakasztottam, de nem húztam meg. Elszotyizik vele az ember. És persze nem jó rá. Majd meglátjuk, mit csinál a motor. Lövésem sincs amúgy, hogy milyen hangja lesz, beindul-e egyáltalán. Az biztos, hogy másik motor nincs. Úgyhogy ezzel kell ennek a kocsinak beérni, ezzel a motorral. Próbálok itt mindent elrendezgetni. Itt ez itt le van törve, ez nem is fog beugrani a helyére soha. Ennek is be kell mennie, de úgy döntöttem, hogy még nem rakom be, mert a leömlőt is fel kéne rakni, hogy megnézni, hogy áll, hogy melyik leömlőt rakjam föl. Hát ott meg nem igazán látok. Én se. Nemhogy ti. Itt még meg kell találnom a negatív sarut. A negatív sarú az vásárolt. Nem a gyária, mert rámegy ez. Ez, meg ez. Azt hiszem. Úgyhogy ez a kettő megy rá. Igen, ez a 35-ös. Meg ez is 35. Légtömegmérő. Na, azt is. Mindig meglátok valamit, amit pont akkor, pont most össze kell rakni. Ahol a légtömegmérőnek a kábele itt van. Ne.
összement. Már csak meg kell húzni a csatlakozókat. Így né, alakul. Púpos gyerekaprés alatt. Negatív sarut még meg kell találnom, de ezt csak akkor pattintom rá, mikor már minden megvan. Itt van itt egy kis motorolaj kifolyva. Szegény autó amúgy, nem ezt érdemelné, hogy itt kóklerkedjek vele, de hát ez jutott neki, ez a sors. Így is megmentettem a bontótól, úgyhogy örülhet, hogy ezt kapja egyáltalán. Éppen rakom be itt az Euro 2-es leömlőt, kettő csavarral fixálom, tömítés nélkül, nem cseszegtetjük a tömítést, csak az az egy van, úgyhogy ennyi, most nézzük meg, hogy odalent hogy viselkedik az. Ez itt. Hogy merre fut, hogy fut, meg ilyesmi. Nyilván a csőtől nem fog elférni, de már nagyjából látom, hogy akar. Na nézzük. Hát így. Így akar futni. Az a baj, hogy itt ezen a részen nincs annyi hely, hogy elférjen egy flexi cső, hanem csak itt van annyi hely. Ide be lehetne rakni a flexi csövet. Látjátok? Hogy ide be lehetne rakni a flexi csövet. És ott meg egyszerűen csak hozzávarni. Mert úgy néz ki, hogy ugyanott fut. Na jó, hát, de hogy ne ordítson annyira, felrakom a másik leömlőt, a régit, a katalizátorosat, mert így, ha így hagyom, akkor ez nagyon ordítani fog, az torok hangja lesz. Katalizátorral meg már egy kicsit már jobb. Ez így rettenetes hangja lesz, mert nem tudom összehozni, hogy rávigyem. Na, jó, megy fel a másik katalizátor, vagy a katalizátor, és akkor utána meg kéne próbálni indítani. Ja, ez még mindig nincs meg, ez a fityula. Na, még majd keresem. Megvan a saru. Megtaláltam. Úgy elpakoltam, beraktam egy dobozba, mert azt hittem, hogy az csak valami szemét. Utólag kiderült, hogy nem. Na, vettem ATF olajat, ez a ide a kormányműbe kell. Mert ez itt csomó üres. Úgyhogy ebbe önteni kéne egy kis ATF olajat, úgyhogy lehetőleg ne öntsem mellé az egészet. Jó, ezzel meg vagyunk, felöntöttem szintig. Aztán ezt elfelejtettem, gyorsan visszatolom a helyére. Nyomtam ide a tövére egy kis pasztát. Jobb híján. És bele kéne találnom. Nem látom.
látok semmit. Hát ezt lehet hamarabb kellett volna. Na, nem megy bele. Na már, most engedtem le az autót. Pedig jó helyre dobom. Másik blokk. Másmilyen a persely benne. Pedig jó helyre megy. Bele kéne csúsznia. Nem megy bele. Hát, mintha csúszna belefele. Ez az. Na, szépen megy be a helyére. Nem igazán akart illeszkedni, de hát erre most mit mondjak? Legalább tudjam már megnézni, hogy mennyi olajt öntök bele. Jó, 4,4 liter kell bele. Mehet be a nívópálca. Na, lyuk érzék ne hagyja. Így. Na, szóval szervó folyadék van, hűtővíz van, motorolaj. Vettem bele jó kis, hát ilyen öblítős olajat. 20-valahány euró az 5 liter, úgyhogy hát ez arra való, hogy az ember, ha jól viselkedik a motor, akkor utána hát le is kell cserélni. Mert jó, A3, B4, meg szól, megfelel neki, de szóval, hogyha nagyon muszáj, akkor télen amúgy el lehet ezzel járni. Nyáron már nem igazán szerintem. Hanem én ezt a 40-es olajat nem nagyon merem beleönteni a Queen's Parkba. De télen amúgy elmegy. Sokan amúgy szekáltak, hogy biztos, hogy azért ment tönkre a másik motor. Mert hogy a 60-as olajat öntöttem bele, hát mit csináljak, az a gyári előírás. És meg is van indokolva, hogy miért. Úgyhogy ez az 540, ez azért megy bele, mert jó kis öblítős olaj. Mert ez a motor, ez egy pajtából lett összevakarva. Miért nem áll meg? Ez a motor, ez egy pajtából lett összeszedve. Ki tudja, hogy milyen a belseje. Legalábbis a hengerfejét, mikor szétszedtem, félig meddig szét lett szedve, nagyon patent. Szóval eddig ez a legjobb állapot. De hát az alját nem tudom, hogy milyen. Szóval az, hogy a csapágyazása, hogy ez milyen, az egy nagyon jó kérdés. Most pillanatnyilag jobb el ez a jó kis olcsó olaj. Nézzünk egy olajszintet. Hát azt kérje, hogy a minimumon van, vagy azt mondja, hogy most van a minimumon. Nem pöcsölök vele, beleborítom az egész 5 litert. 4,4 kell bele, a szűrő nagyobb. Elfér benne. Ez az olaj az úgy való másra. Na, hát fel van öntve olajjal. Itt egy picike kis rendet csinálok. És akkor utána indítunk egyet. Így hazamenetel előtt. Hogy tudjam, hogy feküdjek le, hogy most hívjam a bontóst, vagy mi legyen. Vagy beindul. És nem lesz semmi gond. Na, majd meglátjuk.
Na, jól van. Kulcsot kivettem. Az itt van így a zsebembe. Azért, hogy ha megkergülne. Oké. Ja nem. Először akkor ez. Aztán ez. Aztán lökünk egy alátétet. Jó. Na hát most hozzákezdett itt zörömbölni, ahogy áramot kapott. Na, hagyom egy kicsit gondolkodni. Ezt még itt kirakjuk. Reméljük, hogy ezt nem dobja be nekem. Ezeket itt meghúztam. Igen, egyik se lötyög, úgyhogy akkor biztos, hogy meghúztam. Felhúzzuk az ablakot. Ablakot, ajtót. És megnézzük, hogy mi van. Még működik. Na, hát felüvöltött a fenébe. Úristen, de ez nagyon hangos, emberek. Ez nagyon hangos. Ez így őrült hangos. És azonnal bemelegedett. Hű. Na jó, próbáljuk meg még egyszer, de az a baj, hogy itt a szomszédokat itt felverem. Na jó, beindul, de le is áll, úgyhogy ezt nem is erőltetem tovább. A folytószelep az be van dugva a helyére. Hopp, itt a baj. Ez nincsen betekerve. Na, jó, újra. Ezt kinyomom. Betekerem. Itt akkora fals levegőt szívott, hogy hihetetlen. Egy újnyi helyen szívta a folytószelep után a fals levegőt. Hát na. Na, betekertem. Úgyhogy megnézzük megint. Ó, Istenem, de őrült hangos.
jár a motor, nagyon hangos, szuper, fantasztikus. Ennyi. Égett a cseklámpa, majd kitalálja, hogy miért. Lehet, hogy emiatt, hogy állandóan leállt, bedobálta a cseklámpát. Mindegy, beindult. Hurrá, hurrá. Úgyhogy nagy az öröm, tiszta kosz vagyok. Beindul, jár. Viszont a kipufogótól nem lehet hallani, hogy most a motor az most szépen jár, vagy nem jár. Egyenletesen jár, az biztos jár, megy, mind a heng, megy, megy minden henger. Úgyhogy csak valamit ezzel a kipufogóval csinálni kell. Na, jó van emberek. Beindult. Cső.